A kuflik és a mohamanyi. Békés délelőtt volt az elhagyatott réten. A kuflik éppen csendes hason pihenőversenyt tartottak. Pszt! Bocsánat, a kupacuk oldalán. Pszt! Pszt! Ez meg mi lehet? Valaki szomorkodik a közelben. Megnézem, ki lehet az. A következőket látta. Balra egy vidám fűcsomó, jobbra két boldog bögre, lent a kupac aljában néhány gondtalan pitypang, kicsit odébb pedig egy derűs hangulatban poroszkáló lábas csiga. És amott a távolban, ott sem látott más, csak egy mosolyogva repkedő, felhúzhatós műpintyet. Na, de akkor kisóhajtozik. Szerintem egy mohamanyi az! A kuflik csodálkozva néztek Bélabára. Fiatal koromban néhány évig egy erdőben laktam. Ott hallottam gyakran ezt a hangot. Egy moha után sóhajtazó mohamanyi. Nehéz bármi mással összetéveszteni. Keressük meg! A kuflik feltápászkodtak hát, és körbejárták a kupacot. Én soha nem láttam szürke mohamanyit. Szerintem még nem láttál semmilyet se. Te meg hogy kerülsz ide? Véletlenül. Senki sem keveredik másként erre a világ végi létre. Eljöttem az erdőből, ahol éltem. Az erdő döjfös mágusa üldözött el bennünket. Kihirdette, hogy a világ legvidámabb erdejében ezentúl tilos a sóhajtozás. Kevés vacak a berdőt láttam. Még moha is alig akad benne. Ezért is sóhajtoztunk naphosszat a társaimmal. Szomorú történet. Gyengének érzem magam. Napok óta nem jutok mohához. Ezért is vagyok ilyen ronda szürke. Máskülönben pompás zöld a színem. Vagy sóska nem jó helyette? Fúj! Csak moha jöhet. Semmi más. Akkor nincs más hátra. Megpróbálunk valahonnan keríteni. Így is történt, a kuflik szétszélettek a réten. Pofánka a puszpánk bokrok alatt keresgélt, Zödön a cakkos tüskefüvek között kotorászott, Hilda a zselécserjék környékén kutakodott, Valéra gombóc kövek árnyékos oldalát vette szemügyre, Titusz pedig egy kiszáradt böhömtölgyet vizsgálgatott. Fityérc pedig hát egy sokat látott tokás kányától kért tanácsot. Na nézd csak, moha! Ó, remek kis moha! Délután lett, mire a kuflik visszatértek. Szomorúan, mert egy szál mohát sem találtak a réten. Nagyon elcsodálkoztak, amikor meglátták a kizöldült mohamanyit. Hát persze! Hiszen annak idején Hilda a kupac mohás oldalára ásta az üregét. Jé, tényleg. Ez valahogy nekem sem jutott az eszembe. Egy szálig megette az összes mohát. Nem ettem meg, hanem bemoháztam. Az nem ugyanaz. Idáig rendben van, de mi lesz ezután? Ha egy mohamanyi három napig nem jut mohához, először elszürkül, aztán töpörödni kezd, végül egészen eltűnik. Ki tudna itt segíteni? Én lehet, hogy tudok. De? Hiszen a fatuskók nem is tudnak beszélni. A persze, hogy nem. Kivéve a beszélő fatuskókat. Gyerekek, akkor most segítsák vagy sem? Megkérnénk. A dolog elég egyszerű. Véletlenül van rajtam egy egész kevés moha. Na most. Ebből a kevésből akár sokat is lehetne varázsolni. A mókás mohamondók a módszerrel. Figyeljetek csak, megmutatom. Könnyű árontani, ilyenkor mindig más lesz mohás, nem én.
Azért hívják mókásnak ezt a módszert. Nincs kedvem nevetni. Megpróbálom újra. A fatuskó ismét dünnyögni kezdett, pontosan úgy, mint az előbb. Ez az! Mindig valami apróságon múlik, hogy sikerül-e. Varázslatos! 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 Annyi mohát kapsz, amennyi csak akarsz. Ha van kárván, még ide is költözhetsz. Ide a zsebembe. Nagyon kedves tőled! Hogy ez mennyire megható. Nem lenne kedvetek felköltözni a kupacunk tetejére? Pompás kilátás nyílik onnan az elhagyatott rétre. Ezt mindenki jó ötletnek tartotta. Tényleg szép a kilátás. Ezt a nap is hallhatta. Mielőtt eltűnt volna a látóhatár mögött, bíbor színű kalapjával még odaintegetett nekik. Jé, te gyuba moha vagy. Igen, pedig nem is szerepeltem ebben a történetben. Csodás nyári reggel volt. Bár lehetett volna borús őszi délután is, Pofánka és Valér valószínűleg akkor is pont ugyanúgy hevertek volna álmodozva a kufli kupac tetején. Valér éppen békésen elszenderült, amikor... ezer bocsánat, az én pocim volt, mondta Pofánka és elpirult. Csak eszembe jutott, hogy milyen jó volna enni valamit. Valami fincsit. Hozzak neked vadmarcipánt? Pattant fel készségesen Valér. Az inkább uncsi, mint fincsi. Rázta meg a fejét Pofánka. Valami különlegesre gondoltam. Bolhabombon? Fúj, az meg undi! Fintorgott Pofánka. Csigacsoki? Próbálkozott Valér. Valami incsiklandó kéne, nem ilyen közönséges dolog. Beszélgetésüket hallva előbújt a többi kufli is. Halló, finomságokról beszéltek. Dörmögte izgatottan Zödön. Sajnos csak beszélünk, ahelyett, hogy ennénk valamit, ami különleges, ami nem terem az elhagyatott réten. Vegyük elő zsebrecept könyveinket. Na igen, mert minden kufli tart magánál egy zsebrecept gyűjteményt arra az esetre, ha megéhezne és szeretne főzni magának valami jót. Azzal keresgélni kezdtek. Porcukros pióca, olvasta Titus. Majlet kemészben! Lapozgatott receptkönyvében Béla bá. Vakond virsli. Ez furán hangzik. Így Hilda. Karamellás kavics, olvasta Valér. Ahhoz biztos erős fogak kellenek. Vagy csúska krém. Betűzte Zödön. Nem is tudom. Motyogta könyvébe bújva Fityérc. Ami azt illeti, egyik sem hangzik igazi finomságnak. Sóhajtotta Pofánka. Gyerekek, amit szólnátok egy igazi puff pudinghoz? Így csiklandó csemege. Mondta Fatuskó. És könnyű elkészíteni. Puff, a kész is van. Pont erre kapta a nevét. És tényleg finom? Kérdezte gyanakodva Pofánka. Az nem kifejezés! Azzal a fatuskó turkálni kezdett az odújában. Kisvártatva egy ákon-bákon betűkkel teleírt, olyan fakéreg darabot nyújtott át a kufliknak. Lássuk csak. Fordítva. Így? A másik irányba. Oké, most jó. 8 evőkanál vadzablis, fél pohár fülvirág nektár, 2 kis kanál darált nyambogyó, 1 kevés zebrafűpor, meg néhány cukorbokor levél. Ez tényleg egyszerű. Gyerekek, azért vigyázzatok a mágyiségekkel. Nyugi, több rokonom, közismert szakácsok. Alig telt el néhány perc, a kuflik elszögdécseltek tányérokért és kanalakért.
Biztos valamivel több került bele a kállát, Hénél. Az lehetetlen! Tiltakozott sértetten Titus. Talán, ha kihűl, abba hagyja. Reménykedett pofánka. Semmi baj, majd megeszem a felesleget. Zödön egy merőkanállal elkezdte falni a pudingot. De hiába, a krém tovább bugyogott kifelé a fazékból. Ez a puding addig puffad, még a végén az egész rétet elborítja. Elismételnéd még egyszer? Ez a puding addig puffad, még a végén az egész rétet elborítja. Akkor megvan, mi a baj? Csapott a homlokára a fatuskó. Ez egy úgynevezett puffadó puding. Az ilyen puding addig puffad, amíg meg nem kérik, hogy hagyja abba. De nagyon fontos az udvariasság. Akkor kérje meg Bélabá, neki van közülük a legjobb modora. Én megpróbálhatom. Vonta meg a vállát Bélabá. Milyen tisztelt puding! Felettébb hálásak lennénk önnek, ha volna olyan kedves és befejezné ezt a rendkívül látványos, de számunkra felettébb kellemetlen tereményesedést. A puding erre csiribú csiribá nem nőtt tovább egy kis kanálnyit sem. Hiába, a jó modor csodákra képes. De mit csinálunk most ezzel az elképesztően sok pudinggal? Ennyi pudingra akár az egész rétet meghívhatjuk, ugrándozott lelkesen Valér. Akar valaki pudingot enni? Nem sokára derűs lakmározástól volt hangos a kufli kupac környéke. Soha nem ettem ilyen finom pudingot. Dáreke, ezek szerint mégsem volt teljesen rossz a recept. Nyugtázta elégedetten a fatuskó. Legközelebb valami egyszerűbb különlegességgel is beérném. Bólogatott a pofánka. De ezt a hangos csámcsogástól már nem hallotta meg senki sem a rétlakók közül. Remélem, hagytatok neked is. Ó. Zödi és Valandér. Néptelennek tűnt az elhagyatott rét. Körben a bokrok olyan mozdulatlanul álltak a tavaszi napfényben, mintha odafestették volna őket. Kilenc! De pofánka tudta, hogy ez csak a látszat. Tíz! Jaj, ne! Ezek szerint megint szerda van. Na igen, mert hogy ez pont szerdán, a bujócskázás világnapján történt. Pofánka alig ugrált néhányat, ismerős dologra lett figyelmes egy vadgombóc bokor lombjában. Megvagy, Zödön! Ez nem ér. Mindig olyan gyorsan megtaláltuk. Dünnyögte panaszosan Zödön. Mit tegyünk, ha ilyen nagyra nőttél? Te csak egy mamut fenyő mögött tudnál rendesen elbújni. Hihi. Ebben a pillanatban valami kékre lett figyelmes egy póklábfa vastag gyökerei mögött. Látlak, Valér! Tudtam, hogy ez lesz. Túl alacsony vagyok, hogy elérjem a magasabb ágakat. Én örülnék, ha ilyen kicsi lehetnék. Én meg téged irigyellek, hogy eléred a legmagasabban lévő dolgokat is. Meg a moziban is mindig látsz az előtted ülőtől. Az elhagyatott réten nincs is mozi. Jó, de ha lenne? Akárhogy is, néha szívesen cserélnék veled. Könnyű megoldani. Szólalt meg ekkor egy szörtek nőc a hátuk mögött. Egyetek oda-vissza gumót, a sárga mag összemeneszt, a barna pedig megnöveszt egy kis időre. Megismeritek a rendkívül csúnya, penészes sajtszínű leveleiről. Az össze-vissza gumónak büti szaga van. Hát igen, ezért ismerik kevesen a hatását. Tényleg nem túl étvágygerjesztő. De a kíváncsiságom nagyobb az undoromnál. Csak össze ne keverjük a színeket! Gyorsan bekapták őket. Közben pofánka mindenkit megtalált.
A kuflik gyorsan átsiettek hát a tisztás túlsó felére, ahol a vadgombóc cserjék és a pókláb fák nőttek. Mikor odaértek, alig hittek a szemüknek. Veletek meg mi történt? Kiáltotta Titusz. Kipróbáljuk, milyen akkorának lenni, mint a másik! Nézzétek, mennyire fürgén tudok ugrálni. Én meg nyújtózkodás nélkül elérem a fák tetejét. Olyan, mintha nem is ti lennétek. Ingatta a fejét Hilda. Szerintem olyanok, mintha egyszerre látnánk Zödöt túl messziről, Valért pedig túl közelről. Így bárhová be tudok mászni vadsóskáért, és sokkal könnyebben megy a bukfencezés is. Én meg akármilyen messze ellátok ilyen magasból. Hát igen, viszont kérdés, hogy ezentúl lehet-e Zödönt Zödönnek hívni? Valért meg Valérnak? Így valahogy már nem illik rájuk a nevük. Ez igaz? Lehet, hogy Zödönt ezentúl... talán Zödinek kéne szólítanunk. Valért pedig... Ő lehetne Valandér, az olyan óriásnak való név. Szó se lehet róla. Azért, mert megnőttem, még Valér vagyok. Csak most kicsit rövid lett neked ez a név. De Zödön neve is rövid, pedig ő eddig nagy volt. Igen, de azt kicsi korában kapta, amikor még nem volt akkora. Nem is ez a fő baj, hanem az, hogy lakást kell cserélniük. Valérnak, aki túl kicsi lesz az eddigi ürege. Micsoda? Akkor hát meg kell nagyítanunk Valér lakását. Jaj, már megint egy építkezés. Ha cserélünk, hova fér majd el az óriási szárított vacsóska gyűjteményem és a szotyola héjjal töltött gyógypárnáim? Én meg nem fogok lejjebb lakni! Onnan nem szép a kilátás! Pont, hogy onnan szem. Mert mindkét üregből ugyanazt a rétet látni. Ám ekkor... Most meg mi történt veletek? Elmúlt az oda-vissza bogyó hatása. Semmi baj, fiúk. Mind a ketten így vagytok csinosak. Igazán. Kérdezte Zödön, és elpirult. Lustálkodni pedig így is, úgy is, ugyanúgy lehet. Ami pedig a kimerítő bujócskázás után kifejezetten hasznos foglalatosság. Tette hozzá Béla bá, és gyorsan el is heveredett a fűben. A többiek követték a példáját, amitől a bujócskázás világnapja azon mód a lustálkodás világnapjává változott. Némely reggeleken nagyon szép az elhagyatott rét, finoman borzolja a szél a harmatos füvet, színes lepkék kergetőznek az ébredező virágok körül. Na, ez a reggel nem ilyen reggel volt. A láthatatlan rét. Ez meg mi? Hová tűnt a rét? Hová tűnt a kedves kupacunk? Fityirc nem látott semmit, akárhogy merezgette is a szemét. Megnézem, mi történhetett, gondolta. Milyen nedves ez a semmi? Ha semmi nincs meg, én hogy meg vagyok? Hé, ki az? Fityirc vagyok. Ez biztos? Tényleg te vagy az? És itt vagy, pofánka. Nem is értem, mi történt. Reggel arra ébredtem, hogy rajtam és a kufli üregemen kívül minden, de minden eltűnt.
is pont így jártam. Lehet, hogy egy mindenevő járt erre felé. Vagy talán egy óriási radír tüntette el a rétet. Az csak akkor történhetne meg, hogyha itt minden rajzolva lenne. Gyere, nézzünk körül, hát ha találkozunk még valakivel. Egymás kezét fogva elindultak, ám néhány lépés után valami ijesztő dologra lettek figyelmesek. Ez meg mi lehet? Talán egy bika? Hogy kerülne a semmi közepére pont egy bika? Például eltévedt. A bika ekkor megmozdult és elindult feléjük. Nyomás innen! Ti vagytok azok. Nocsak, Zödön! Mit keres a hátadon az a ruhafogas? Gondoltam, jobb, ha van vele valami ijesztő. Ha útra kelek ebben az izében. És kit akarsz megijeszteni vele? Néhány vadonkószáló nagy kabátot? Ne felejtsd el, hogy minket is megijesztett. Éhes vagyok. Szeretnék végre reggelizni. Ha minden eltűnt, akkor eltűnt a reggelid is. Két űrlény! Balér és Titus? Ti meg hogy néztek ki? Miért öltözik? Arra az esetre, ha nem jönnék valaminek. A dudálás az én ötletem volt. Így már messziről hallani, hogy jövünk. De így nem tudjátok, minek mentek neki. Teljesen mindegy. Úgyis minden eltűnt. Nem hiszem. Szerintem minden itt van, csak nem látszik. Hogy nem látszik? Szerintem a tejszíntől. Egy repülőcsészéből leöntötték tejszínnel a rétet. Ezért lett minden csupa fehér. Én szívesen leszem azt a sok tejszínt a rétről. Majd Titus keres neked hozzá egy repülő evőkanalat. Hey! Dobálózni nem ér. Majdnem átaláltatok a kalapomat. Ilyen ködben nem tanácsos vödröket haigálni. Ködben? Abban hát. Nem látod? A felhők lefeküdtek pihenni a rétre, nyilván elfáradtak. Akkor most benne vagyunk egy felhőben. Szóval ezért nem látunk semmit. És nem lehet valahogy felébreszteni őket? Dehogy nem. Megvarhatjátok, amíg a nap felcsiklandozza őket a sugaraival. Vagy ébresztődalt énekeltek nekik. Ki tud egy jó ébresztődalt? Én azt hiszem, hogy tudok egyet. Jó reggel! Jövőn ölt a kakas! Toll a tépet! A hangja magas! Jó reggel! Helbeg a gerle! El is lesz majd tete fenekelve! Jó reggel! Brummog a medve! Te kár, hogy nincsen! Berekedve! Jó reggel! Tátog a csuka! Némán beszél, jaj, de fura! Jó reggel! Tűnjük a róka! Miért nincs neki takarója? Jó reggel! Süvölt a láma! Nem is alszol többet, mamma! Úgy látszik, ez a kornyikálás tényleg felébreszti a felhőket. Elégedetten látták, hogy kezd felszállni a köd. A fehérségből lassanként előtűnt a zöldellő kuflikupac. Mi ez a rémes óbégatás? Ébresztő dal a felhők számára. Mert hét alvó kufliknak. Miért? Lemaradtam valamiről. Nem láthattad a láthatatlan rétet. Sajnálhatod. A felhők közben felemelkedtek az égre. Gyertek máskor is! Kiáltott utánuk Hilda, aki sajnálta, hogy kimaradt a kalandból. De csak is reggeli után. Erről a többieknek is eszükbe jutott, hogy milyen éhesek. Odaintegettek a távolodó felhőknek, aztán gyorsan hazaszögtécseltek, hogy ők is keressenek maguknak valami harapnivalót. Csak vicceltem.
Igazából sosem hittem a repülőcsészék létezésében. A kuflik a föld alatt. Egy napon, május bárhányadika volt, legfeljebb egy-két nappal korábban, Hilda arra ébredt, hogy aznap muszáj hernyó tökmagot ültetni. Végre! Sóhajtott Hilda, és gyorsan megkereste Zödönt. Igen ám, csak hogy a hernyó tökmagját legalább 20 nyulláb mélyen kell elültetni, ha azt akarjuk, hogy rendesen kifejlődjön. Szia, Zödön! Nem segítenél hernyó tökmagot ültetni? Kérdezte Hilda. Dehogy nem. Bólintott Zödön, aki ritkán tudott nemet mondani, ha megkérték valamire. Azzal nekiláttak. Szerintem ássuk ide. Lássuk csak, mondta Zödön, és ásni kezdett. És ásott, és ásott, és ásott. Jaj, mit történt? Kiáltott le Hilda a gödörbe. A hangra a többi kufli is oda seregle. Mi volt ez? Zödön elülteti a hernyótök magjaimat, de történt valami oda neki. Bonjour, te meg ki vagy Kernek? Kérdezte egy furcsa alak. Zödön vagyok, kufli. Hogy tessék, pardon, hogy kicsoda? Zödön vagyok, kufli. Heten lakunk kuflik egy kupacban, oda fent a réten. C'est magnifique, sosem hallottam rólatok. Nos, én Cléophart vagyok, Manon Teve. Biccentett az idegen. Mi sem hallottunk a Manó tevékről. Vallotta be Zödön. Hiába hahózunk, ingatta fejét Titus. Le kell mennünk, hogy megnézzük, mi történt odalent. Ki lesz olyan bátor? Nézett körül Valér. Elnézést. Elkésem, elkésem. Szerintem menjünk mindannyian, Zödön bajban van. Leugrunk és kész. Így is tettek. Itt vagyunk, Zödön! Ők még kis odánk? Kérdezte csodálkozva a Manó teve. A barátaim. És megmentjük Zödönt! Ugrott oda harciasan Titus. Ugyan, kitől? Valaki akarja bántani? Mi biztosan nem, pedig pont ez egyik éléskamránkba esett. Éléskamrába? Nézte körül csodálkozva a kuflik. Van több is, szerte szét a fenti füvek alatt. Az elhagyatott rétre gondolsz? Ki így nevezi, ki úgy, mondta meg a vállát Cléophart, és egy öreg, rongyosra hajtogatott papírlapot vett elő a zsebéből. No, ez itt a birodalmunk térképe. De jó, még strandatok is van, csodálkozott Pofánka. Oui? Kedvetek van megnézni? Igen, 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 igen. A büfét azért próbálhatjátok ki, egészen jók a süteményeink, mondta Cléophart. Ez a hír felvillanyozta a kuflikat, elsősorban Zödön. A birodalmatoknak van uralkodója is. Fordult Béla bá Manó tevéhez. Még csak az kéne. Legyintett Cléophart. No, mindenünk van. Éléskamránk, strandunk, csúsztánk, ruglipályánk. Mi szükségünk volna még egy uralkodóra is? Kuglit maga mondtál? Kérdezett közbe Fityirc. Ruglit? Hát hasonlít a kuglira, csak épp rugni kell a golyókat, nem dobni. Próbáljátok ki ti is.
A kufliknak nem kellett kétszer mondani. A rugli bábuknak kufli alakja van. Állapította meg Titusz. Lehet, hogy pont fakt itt van. Mondta meg a vállát Kleofárd. Juhé! Ekkor Valér véletlenül fejbe találta Hildát egy rugli golyóval. Jaj, a tökmagok, folytatnunk kell az ültetést. No, csak óvatosan, mondta a manó teve, és Hilda kezébe nyomta a térképet. Ebből mindig tudni fogjátok, hol eshatok biztonsággal. Na jó, de hogyan jutunk vissza a rétre? Gyökerlifttel, mutatott egy ajtóra Kleofár. Mindent köszönünk! Ugyan, bármikor jöhetek strandolni hozzánk, vagy akármi. Hát ez különös kirándulás volt, mondta Titusz. Azt hiszem, megérkeztünk. Hú, végre! Még pont van időnk elültetni a hernyótök magokat. Ebben egészen biztos vagy. Hilda válasz helyett elővette a manó teve térképét. Mi azt hiszem, addig hazamegyünk. A kufrik gyorsan búcsút vettek hát Hildáiktól is elindultak. Zödön is mondani akart valamit, de hogy mit, azt már senki sem tudta meg. Ilyen még nem volt. Az összes sütemény elfogyott. A kuflik és a szőrbogyó. A réten csípős téli szél zörgette a bokrok ágait. Éhes vagyok. Jaldult fel a kuflikupac tetején Zödön. Mikor nem vagy az? Kérdezte Fityirc. Hosszabbat él, mint máskor. És lehettünk minden lehetőt a jó bogyó bokrokról. Akkor mi lesz? Éhen halunk. Szó se lehet róla! Találnunk kell valami ennivalót! Mi lenne, ha kutakodnánk kicsit a közeli fák tövében? Jó ötlet! Helyeselt Titusz. A kuflik alig szögdécseltek egy keveset, már is odaértek egy magányosan álló ragyás bálnafához. Próbáljuk meg itt! Mondta Titusz, és elővette a zsebásóját. A többiek követték a példáját, aztán kaparászni kezdtek a hóban. Ide nézzetek, mit találtam! Na csak! Nem is tudtam, hogy ilyen termése van a bálnafának! Mert ez nem is az! Szólalt meg egy háromfejű tappangya fejük fölött. Mi más lehetne? Itt vannak pont a fa alatt! Ezek nem ragyás bálnabogyók, hanem szőrmagok. De miért ez a nevük? Erre is van három válaszom. Mert jól hangzik. Mert régen szőrösek voltak, csak aztán megkopaszodtak. Mert valami egyéb közük van a szőrhöz. Nekem mindegy, csak végre együk meg őket. Erre a többiek is gyorsan szedegetni kezdték a magokat a hóból. Nem is olyan rossz! Kicsit szappanos egérszőr íze van. Dünnyögte Titusz tele szájjal. Titusz, te hogy nézel ki? Csupa szőr vagy! És te is Fityirc! Ami azt illeti, neked is bundád nőtt? Bámultak rá a barátai. Az nem lehet! Sikoltott fel Pofánka, és előkapta a zsebtükrét. A többiek is követték a példáját. Nem hiszem el. Most hát megtudtuk, miért hívják így ezt a magot. Ezt miért nem árultad el? Mert nem tudtam. Mert titkolóztam. A tappany morogva elrepült. Most mi lesz velünk? Menjünk vissza a kupacunkra, és ott majd kitalálunk valamit. Így is tettek. Gyerekek, csak nem szőrbogyót emédeltetek, Ennyire látszik. Gyakran megesik talán te. Biztos szokatlan, de higgyétek el, több előnye is van. Csak egyet mondj. Nézett rám érgesen Pofánka. Akár hármat is,
Az őr melegít a hidegben. Jelmezbalban lehettek, már család. Ezentúl bármikor divatos szakállat nyírathattok magatoknak. De én semmiféle szakállat nem akarok. Nekem meg eszem ágában sincs medrének öltözni. Viszket a szőröm. Ha nem, hát nem. Erre is van megoldás. Háromféle is. Megvárjátok a tavaszi vedlést, kopaszkóró kérget rágtok, vagy kipróbáltok egy varázsigét. Én a másodikat választanám. Remélj, a kopaszkóró kérek segítségével az összes szőrötöktől megszabadultok. Az összestől a kontyomat azért szeretném megtartani. Sajnálom. Ez a módszer csak teljes szörtelenítésre jó. És a harmadik megoldás? Egy rövid varázsigéről van szó. Irgalmatlan írha írtó, így hívják. Vágjunk bele! Rendben. Azok a fránya szavak. Biztos összekevertem őket. Gyorsan újra halk dörmögésbe fogott. És akkor... Szerencséd volt. Nem is tudom, kinek volt nagyobb szerencséje. Fő, hogy végre mind újra szőrtelenek vagyunk. Én meg újra éhes. A varázslatoktól könnyű megéhezni. Induljunk hát ismét ennivalót keresni. Pont így kezdődött ez az egész. Ugyanaz a dolog kétszer nem végződhet ugyanúgy. Egy biztos. Beszéddel nem lehet jól lakni. Mondta ekkor Zödön, azzal faképnél hagyva barátait leszögdécselt a kupacról. Erre azok rögtön abba hagyták a vitatkozást, és nagy sietve utána eredtek, mielőtt egyetlen egy bogyó sem marad nekik az elhagyatott rétet borító hó alatt. Itt a vége, fuss el véle, gerge. Egy zacskó izé Titusnak. Ez valamikor nyár végén történt. A sárga nap, mint egy nagy forró lepény gurult lassan az elhagyatott rét felett. Tudja valaki, milyen nap van ma? Zsiványadika. Augusztus akárhányadika. Az nem tegnap volt? Nézett rá bizonytalanul Fityirc. Nem. Rázta fejét Hilda. És ez bizony azt jelenti, hogy ma van Titus születésnapja. Megint? Csodálkozott Fityirc. Tavaly is volt neki. Egyeseknek minden évben van születésnapjuk. Van, akinek több is. Nekem például 3. Akkor viszont meg kell ajándékoznunk Tituszt, mondta Valér. Még szerencse, hogy éppen bogáncs focizni ment a sünökkel. Van időnk kitalálni, hogy mit adjunk neki? Ezek a dolgok jutottak az eszükbe. Nem is tudom, mondta Béla bá. Biztos, hogy örülne az e féléknek. Ha mindenki körülnézne otthon. Ha előkerül valami. Pont ezt csináltuk az előző mesében is. Nem lesz ez unalmas. A keresgélés ezúttal szerény eredménnyel járt. Semmi. 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 Egy bigyó. Egy zacskó mag. Tehát egy zacskó mag, állapította meg Hilda. Ez több, mint a semmi, de kevesebb, mint a valami. Ingatta a fejét Fityirc. Ajándéknak nem sok, mondta szomorúan pofánka. Az attól függ, szólalt meg ekkor Valér.
Egy zacskó közönséges mag tényleg nem nagy dolog, ám egy zacskó különleges. Ez bármi lehet. Tavaszi kukackalap, náthafű, esetleg réti szőrvirág. Vagy sárkányburiga, mondta Pofánka. Annak épp ilyen a magja. A sárkányburiga vérmes medvék lakta zord vidékeken, honos. Hogy került volna az elhagyatott rétre egy egész zacskóval? Az is lehet, hogy ez nem sárkányguriga magja, hanem őserdei majomkaromé és egy félszemű kalózkapitány hozta zödönnek a messzi téltengerekről. Egy kalózkapitány. Talán inkább mégis az uzmarás rozmárfa bogyója lehet. Pillantott a zacskóba Fityirc. És egy kedves oroszlán fókától kaptad ajándékba, nem? Se kedves, se kedvetlen oroszlán fókákkal nem barátkozom. Rázta fejét zödön. Vadászokkal és kalózkapitányokkal meg pláne nem. Ez most mindegy! Inkább virágot kéne szednetek, hogy fel tudjuk díszíteni a kupacot Titusz tiszteletére. Addig mi Hildával becsomagoljuk az ajándékot. Szerencsére így nyár vége felé sok-sok színes virág nyílt a réten. Zödön szedett is egy nagy csokor pókliliomot, Valér egy kazal cakkos náspángot, Bélabá pedig egy egész bokornyi macskapertlit. Ja, és Fityirc több-tő útszéli rongyikát, tudjátok, aminek azok az egészen pici fehér virágai vannak. Mire hazaértek, az ajándék szépen becsomagolva díszelgett a kupac tetején. Hilda még egy nagy vadrépa tortát is süt Titusznak, újságolta barátainak Pofánka. Itt valami ünnep készül, nézett körül csodálkozva Titusz, amikor nem sokkal később megérkezett a bogáncs focizásból. Éjjel, Titusz, éjjel! Kiáltották egymást túlkiabálva a kuflik. Boldog születésnapot! Nyújtotta át az ajándékot Hilda és Pofánka. Titusz izgatottan bontotta ki a csomagot. Bárcsak bokornak! Az meg miféle növény? Attól függ, mit kívánsz, mikor elülteted. Ezért hívják így. Ha azt mondom, bárcsak mákos rétes lenne, akkor mákos rétes bokor lesz belőle. Így van, bólogatott Titusz. Pont 7 darab van az acskóban, mindannyiunknak jut egy. Szó se lehet róla, ez a te ajándékod, Titusz, tiltakoztak a kuflik. Ti is tudjátok, az a legjobb ajándék, aminek mindenki örül, mondta Titusz, és sorban mindannyiuknak oda nyújtotta az acskót. Majd elássuk őket a kupacunk mellett, mondta barátainak, és akkor mindenkinek lesz egy saját külön bárcsakbokra. De majd csak torta evés után, jó? Jegyezte meg halkan zödön. A kuflik letelepedtek hát a fűbe. Hilda felvágta a vadrépatortát, Pofánka meg vakon tövis szörpöt töltött a poharakba. Azt hittem bárcsak bokor, csak a mesékben létezik. Dünnyögte tele szájjal Valér. Mondta csámcsogva Bélabá, ami épp úgy jelenthetett igent, mint nemet. És ezután már nem hallatszott más, csak rágcsálás, zörcsögés, meg a napfényben nyújtózó virágok neszezése. Kedves utasaink, itt a kapitány beszél, épp az elhagyatott rét felett repülünk. Meg tudjátok mondani, melyik fa, melyik kuflié lehet? Zsebseprű a szötymag ellen. Aféle álmos őszi délután volt. A gazokat halkan zizegtette egy arra tévedt szellő. Nem lesz ez így jó, szólalt meg gondterhelten Hilda a kufli kupac tetején. Mire gondolsz? Kérdezte Fityirc, aki éppen egy fűszálon egyensúlyozó kunkorférget tanulmányozott. A kupacra, válaszolta Hilda. Valahogy megkopott és elhasználódott az utóbbi időben. Pont úgy néz ki, ahogy mindig.
Szerintem se néz ki rosszabbul, mint máskor. Dörmögte Zödön. Ó, férfiak, ti egy szemétkupacon is boldogan eléldegélnétek? Mondtam, hogy ez egy szeméttelep. Ez azért túlzás, szólt közbe Titus. Én például egyszer már söprögettem is idefent. A többiek csodálkozva néztek rá. Na jó, ez még régebben volt, és véletlenül éppen nem volt itt rajtam kívül senki. Mondta meg a vállát Titus. Egy szó, mint száz, ideje kicsinosítanunk a kupacunkat. Zárta le a vitát Hilda. Azt hogyan kell? Kérdezte Pofánka. Hilda elővette a zsebseprűjét. Először is össze kell szednünk a sok eldobált magot, meg bogyóhéjat. Aztán ki kell találnunk valami szép díszítést, aminek csodájára járnak a rétlakók. Hosszú életem során még sosem láttam olyan kuflit, aki használta volna a zsebseprűjét. Hildának nyilván puccóváló rohama van. Ismertem egy Rozmárt, aki egyszer ilyen állapotban végig porszívózott egy egész jéghegyet. Remélem, Hildának nem ilyen súlyos a rohama. Nyomás, takarítani! A kuflik munkához láttak. Zödön a kupac bal oldalán sepregetett. Pofánka a legtetején. Júj! Titus a jobb oldalán. Hilda a mohás felé. Valér a füvesen. Béla bá a legalján. Figyírt meg, se fent, se lent, inkább valahol úgy középtájon. Ahhoz képest, hogy milyen kedvetlenül csinálták, egész gyorsan elkészültek. Milyen szép tisztaság lett, mutatott körbe Hilda. Akkor talán pihenhetnénk is egy kicsit. Jegyezte meg halkan Béla bá. Rendben. De közben találjuk ki, hogyan fogjuk feldíszíteni a kupacot. Jó, persze, bólogattak fáradtan a többiek. A kupacra csend borult. Na, esetekbe jutott valami jó ötlet? Nem igazán. Nekem csak szöttymagrák csálása közben támadnak ötleteim. Milyen igazad van? Egy jó kis szöttymag? Véletlenül van egy nagyobb adag az üregemben. Titus felugrott, aztán néhány perc múlva egy jókor a zacskó társaságában tért vissza. Na, már is van egy ötletem. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Az a baj, hogy már másnapra szőrén szálán eltűnnének, és hát a Rikoltó Lébics vörös tollaival csinosítanánk ki. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni. Az a baj, hogy már másnapra szőrén szálán eltűnnének. Rikoltó Lébics egyike a kitalált erdőlakóival. Szerintem a színes papírival vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Éppen ez az elég. Szerintem a színes papírnél igazán szépek lennének. Vagy az is, ha színesre festenék a füvet Pofánka tempera festékével. Mi volna, ha lámpás kukacokkal raknánk ki a kupac tetejét? A legjobb lenne, ha megkérdeznék valakit, aki jobban ért nálunk az ilyesmihez. Mondta Titus, és a rétre mutat. Hogy ti milyenek vagytok? Kárba veszett a munkánk, sopánkodott Hilda. Szerintem nem történt akkora baj. Csak úgy néz ki a kupacunk, ahogy egyébként is szokott. Hát épp ez az. Gyerekek, nekem tetszenek a fűben a sarga szőtymagok. Nekem is. És jó játék kerülgetni őket szögdécselés közben. Ráadásul pöckölős célba találósat is lehet játszani velük. Meg pont ebből látszik, hogy itt lakunk. Igazából egy kufli kupac így a legszebb és kész. Lehet, hogy van, akinek pont így tetszik. A
feladom, mondta ekkor Hilda, és már nem is volt szomorú. Nincs mit tenni, ti már csak ilyenek maradtok. Ezzel mindenki csak egyet érteni tudott, mintha mi sem történt volna aznap délután. Ebben a filmben kerestek takarítót! Pont ráérek!